A mai óránk címe Babits Mihály, vasárnapi impresszió autón. Feltételezem, mindannyian hallottatok már Babits Mihályról, mégis következzék egy rövid életrajz. Babits Mihály 1883-ban Szekszárdon született, Pécset járt gimnáziumba, majd Budapesten tanári oklevelet szerzett, és barátságot kötött Kosztolányi Dezsővel és Juhász Gyulával. A Nyugat szerkesztői közé tartozott. Tanárként kezdett dolgozni Baján, Szegeden, az erdélyi Fogarason. Ezek vidéki kisvárosok, és igen távol került az irodalmi élet központjától, és rendkívül magányosnak, elveszettnek érezte magát. Babits nagyon magányosnak érezte magát. Időközben a politika is befolyásolta az életét, bekövetkezett az első világháború, majd az azt követő forradalmak, amelyeknek következtében megfosztották az állásától és a nyugdíjától is. A politikai szelek őt is megérintették, ugyanis következett az első világháború, majd az azt követő forradalmak, a 18-as, 19-es forradalmak. Ő háború ellenes nézeteket vallott, és emiatt végül megfosztották állásától, nyugdíjától is. Úgy gondolta, hogy hátat fordít ennek az egésznek, és kivonul abba a bizonyos elefánt csont toronyba, és csak a művészetnek, azaz az irodalomnak él. 1933-tól haláláig, azaz 1941-ig a Nyugat szerkesztője volt. Babits nem csak mint versíró ismert számunkra, ismertek még tanulmányai, műfordításai, novellái és regényei is. Tehát, mint mondtam, a mai órán Vasárnapi impresszió autón című versét fogjuk elemezni. Föltételezem, van itt egy szó, ami egy kicsit bővebb magyarázatra szorul. Az impresszió eredetileg latin szó, amelynek a jelentése benyomás, nyomás, illetve főnévként hatás, élmény. Ez igazából egy stílusirányzat, a 19. század végének és a 20. század elejének egyik stílusirányzata, amely arról szól, hogy a művészek a pillanatnyi hatást, a pillanatnyi futó benyomást szeretnék ábrázolni. Nem csak az irodalomban jelenik meg, hanem a képzőművészetben, zeneművészetben, szobrászatban is. Jellemzője, hogy az alkotók elmosódott körvonalakat írnak, rajzolnak, festenek meg, kivonulnak a természetbe, és itt tapasztalt pillanatnyi érzéseiket öntik formába. Az impresszionizmus a nevét egy általatok is ismert képről, festményről kapta, mégpedig Claude Manet Impresszió a felkelő nap című festményétől. Mindannyian láttátok már ezt a festményt, hiszen ezzel találkoztok a 7. olvasókönyvetek borítóján is, és meglátjátok most ott fönt is. Tehát az elmosódott körvonalak, látjuk, hogy egy nap vagy megy le, vagy jön föl, egy tengert láthattok, csónakázó embereket, de éles körvonalakat nem láttok. A zenében Claude Debussy a Tenger című zeneműve impresszionista vonásokat mutat, ugyanis a tenger habjainak csillogását, a napfény megtörését mutatja be. A szobrászatban Rodin egyik szobrát emelném ki, ami feltételezem szintén ismert számotokra, vagy maga a szobor, vagy legalábbis a neve. Rodinnak a Gondolkodó című szobra jellemzője. Jellemző alkotása az impresszionizmusnak. Néhány kulcsképet mutatnék a vershez, illetve kulcsszavakat sorolnék mellé. Frecsenő sár, autó, fűzfák, tiszapart, galamb, kerítés és egy templom. Most pedig a 111-es oldalon, ha kinyitjátok a könyveteket, akkor felolvassuk a verset. Babits Mihály, Vasárnapi impresszió autón. Barna sárszökű kút freccsen, gépkocsink fordulva recsen. Jobb felől a Tisza habja lustán villan pillanatra. Úgy állnak partján a fűzek, mint hajuk mosó vén szűzek. Meghajolva és kifűzve lógatják fürtjüket a vízbe.
De billen a föld alulunk, s a falu felé gurulunk. Búst gyümölcsös lankad itt, és egy kidőlt-bedőlt kerítés. Két galamb a kapuíven gubbaszkodik primitíven. Lút felhő zubban körültünk, barnán gágog vissza a tülkünk. Ugatás és harang foszlány fullad el zajunkban osztán. Vége a litániának, kocsmánál gyűlnek a lányok. Mi már a mezőt vágtatjuk, a falut az estre hagyjuk. Lányokat, templomot, kocsmát, nénit és pipáló gazdát fölvillantva, stűnve hullva, mintha nem is lettek volna. Ki mondja meg, mi az élet? Mi élünk-e? Vagy ők élnek? Nézzük akkor a vers elemzését. A vers egy gépkocsis kirándulás élményét örökíti meg, és kifejező eszközeivel filmszerű hatást ér el. Hogy melyek is ezek a kifejező eszközök, nézzük. A képrendszere például ilyen, ugyanis a vers mindegyik sora egy-egy komplex képet tár elénk. Ha most visszapillantatok a könyvetekbe, és megnézitek a sorokat, akkor láthatjátok az autót magatok előtt, ahogy fröcskölve a sarat befordul, a háttérben a Tiszát, partján a fűzfákkal, melyeknek ágai belelógnak a vízbe, és aztán a falu felé halad az autó, előbb egy bús gyümölcsös elé kerülnek, aztán elénk tárul a kidőlt-bedőlt kerítés, galambokkal rajta, az utcán a ludakkal, és a különböző állatokkal, a kutyaugatást halljuk, a harangszót, az embereket, amint kijönnek a templomból és a kocsmánál gyülekeznek, és aztán lassan, ahogy az autó elhagyja a falut. A hanghatások is segítik ezt a filmszerűséget, a sárnak a freccsenése, az autónak a recsegése, a libagágogás, a kutyaugatás, a harangfoszlányok. A határozó igenevekben tobzódó költemény szintén a képszerűséget erősíti, fordulva, meghajolva, kifűzve, fölvillanva és hullva. Nézzük a versnek a rím szerkezetét. Ti tanultátok, hogy a rím az a szavak szóvégi összecsengése, ezt nevezzük végrímnek. Hát itt ilyet ebben az esetben, ebben a versben hiába keresnénk, ugyanis egy másik fajta rím tárul elénk, mégpedig a belső rím, amely nem más, mint amikor ugyanazon vers soron belül a vers közepe és a vers sor vége rímel. Néhány példát is kiírtam, például barna sárszökőkút freccsen, és ez rímel gépkocsink fordulva recsen szóval, a freccsen és a recsen. Úgy állnak partján a fűzek, mint hajuk mosó vén szűzek. A fűzek és a szűzek rímel egymással. De billen a föld alulunk, s a falu felé gurulunk. Az alulunk és a gurulunk rímekkel találkozunk. A vers stilisztikai elemzése következik, és itt most megint megállunk egy pillanatra, ugyanis a szinesztéziáról szeretnék nektek beszélni. A szinesztézia egy olyan szókép, amelyről talán eddig nem esett szó tanulmányaitok folyamán. A szinesztézia igazából nem más, mint amikor különböző érzékterületekről vett jelenségeket kapcsol össze. Látszólag olyan szavakat, amelyek nem is illenek egymáshoz. És higgyétek el, hogy a mindennapi beszédünkben mi is használjuk ezeket a szinesztéziákat. Például mindannyian tudjuk, hogy mit jelent a nehéz gond, vagy mit jelentenek a szürke hétköznapok. A szürke hétköznapok, a hétköznapok, amelyeket nem tudunk kiszínezni szürkére. A gondot sem tudjuk megfogni, hogy mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű, de mindannyian értjük, hogy mit jelent az, amikor a tanítónéni meleg szavakkal üdvözli a kisdiákokat. A szavak sem lehetnek melegek, hiszen nem tudjuk érezni a melegségüket vagy a hidegségüket, illetve dehogy nem tudjuk érezni, hiszen mindannyian értjük, hogy mit jelent az, hogy meleg szóval üdvözli, hogy mennyire kedves és mennyire bátorító egy-egy meleg szó. Ebben az olvasmányunkban, illetve ebben a versben is találkozunk szinesztéziával, mégpedig a barna gágogással. Hát hogyan lehetne a gágogás barna? Lehet barna,
mégpedig a ludak által fölvert porból kihallatszó gágogásra utal. A következő szókép, a metafora, vagy másképpen összevont hasonlat, mint szócska nélkül hasonlít valamit valamihez. Például a sárszökőkút freccsen, ahogy a sár freccsen az olyan, mint amikor a szökőkútnak a vize zúdul le. Tehát a sarat hasonlítja a szökőkút vizéhez. A lúdfelhő zubban a ludakat a felhőhöz hasonlítja, a ludak fehérségét az égen úszó felhőkhöz. Következő szóképünk a hasonlat. Mindenki tudja a hasonlatot, ezt a legkönnyebb megtalálni mindig a versben, hiszen csak a mindszócskát kell keresni. Tehát a mindszóval hasonlít valamit valamihez, például úgy állnak partján a füzek, mint hajuk mosó vén szüzek. A fűzfák ága, ahogy belehajol a vízbe, azt hasonlítja össze a hosszú hajú lányok hajmosásával. Következő az ellentét, amikor két ellentétes dolgot tesz egymás mellé, ebben az esetben egy kerítést, amelynek egy része kifelé dőlt, a másik része pedig befelé. Felsorolás is található a műben. A felsorolás, amikor hasonló szófajú szavakat vagy hasonló témakörbe tartozó szavakat sorol fel egymás után, lányokat, templomot, kocsmát, nénit, pipáló gazdát. És található a költemény végén egy költői kérdés is. Ez a költői kérdés pedig, ki mondja meg, mi az élet, mi élünk-e, vagy ők élnek. Költői kérdést ti is szintén használjátok a mindennapokban, és tudjuk azt, hogy a költői kérdés az egy olyan kérdés, amelyre nem érkezik válasz. Otthon is a hétköznapokban, amikor valakitől kérdeztek valamit, és az a valaki nem hallja meg, vagy nem akar rá válaszolni, és többször fel kell tenni azt a kérdést, akkor a harmadik alkalomra már nagyon nyugtalanok lesztek, és kicsit feszélyez bennünket a helyzet, mintha nem vennének bennünket figyelembe, nem is néznek ránk, nem is tartanak méltónak arra, hogy válaszoljanak, és ez feszültséget kelt. Ugyanez a célja a költőnek a költői kérdésekkel is. Ha most megnézzük ezt a két kérdést, igazából egyikre sem lehet válaszolni. Nem tudhatjuk azt, hogy mi az élet, nincs senki, aki erre válaszolna. Mégis ezzel, hogy feltesz egy olyan kérdést, amelyre nincsen válasz, így pont a végén egyfajta elmerengésre kényszerít bennünket. És a versre utalva vonatkozik a következő kérdés, mi élünk-e, vagy ők élnek? Szerintem ezt megint ti is már tapasztaltátok egy-egy utazásaitok során, amikor néztek ki az ablakon, és csak nézitek a mellettetek elsuhanó tájat, városokat, esetleg falut. Látjátok azt, hogy az út mellett játszanak a gyerekek, látjátok, ahogy kint beszélgetnek ház előtt az idősek, látjátok a házakat, a fákat, de ha vissza kellene gondolni, akkor igazából, és most itt az impresszionizmusra utalok vissza, nem tudjátok fölidézni az alapjaikat. Nem tudod, hogy milyen színű volt a labda, milyen színűre volt meszelve a ház. Tehát ez lenne az impresszionizmus, amikor a mellettetek, hétköznapi nyelven elmagyarázva, amikor a mellettetek elsuhanó tájat nézitek, de igazából látni nem látjátok. A másik pedig, hogy a kérdés, hogy mi élünk-e, vagy ők élnek, te egy külső szemlélő vagy akkor, amikor ott bennülsz az autóban, és nézed a külvilágot, úgymond, és igazából nem tudni, hogy én élek, aki csak itt mozdulattanul ülök az autóban, vagy pedig azok, akik kin jönnek, mennek és cselekszenek, anélkül, hogy tudnák, hogy én nézem őket. Nincsen válasz egyik kérdésre sem. És el is érkeztünk a mai óránk végéhez. Egy rövid összefoglalót adnék. Az impresszionizmust tanultuk meg a mai órán, amelyről megállapítottuk, hogy ez egy stílusirányzat, melynek lényege a pillanatnyi hatás, a pillanatnyi élmény megörökítése, és az impresszionizmus egyik kedvelt szóképe a szinesztézia. A szinesztézia, amely a különböző érzékterületről vett jelenségeket kapcsolja, összehelyezi egymás mellé. A verset elemezve pedig megállapítottuk, hogy filmszerű hatást kelt. És a végén, ha még nem fáradtatok el teljesen, akkor egy kis játékot ajánlanék. Az én figurám egy kisfiú, aki az első képen szembenéz velem, majd haladva a végére teljesen hátat fordít.
Egy kis minifilmet hozhattok létre ti is, használhatjátok a magyar füzeteteket. Ajánlok, hogy ajánlom azt, hogy egy pálcika emberkét rajzoljatok, amelynek a lábai és a kezei összezárva állnak, és minden egyes lapra, ahogy következik, kicsit változtassatok a testhelyzetén, tehát emelkedjen a keze és nyíljon szét a lába, és amikor egy 10-15 ilyen figurát lerajzoltatok, akkor megpörgetve a lapokat létrehozhatjátok a saját kis mozgóképeteket. Köszönöm a figyelmet, véget ért a mai óránk.